Hungarian Prime Minister Viktor Orban has lashed out at the EU with the claim that the bloc was seeking to topple his government. Orban's comments come as Hungary commemorated the anniversary of the 1956 revolution. Ebben bejelentették, hogy meg fognak szabadulni Magyarország nemzeti kormányától. Azt is bejelentették, hogy egy brüsszeli báb kormányt akarnak az ország nyakába ültetni. Ismét itt a régi kérdés, meghajolunk az idegen akarat előtt, ezúttal brüsszeli akarat előtt, vagy ellenállunk neki. Ez a súlyos döntés vár most Magyarországra. Azt javaslom, hogy a válaszunk legyen olyan világos és egyértelmű, mint 1956-ban volt. Meanwhile, Orbán's main rival, the opposition Tisza Party, held a massive rally in Budapest to commemorate the revolution. Vannak olyan vezetőink még, akik egy másik népet hibáztatnak, amikor ugyanazok az oroszok támadják meg őket, akik magyar szabadságharcosok százait kínozták meg, és gyilkolták le 1956-ban és az azt követő megtorlás során. Csak két nagy politikai rendezvényt tartottak Budapesten az 56-os forradalom évfordulóján, a Fideszét, illetve a Tisza pártét, amely nagy napot ünnepelhetett, hiszen a mai napon először megelőzte a Fideszt egy közvéleménykutatásban. Tanács Gábor, Euronews, Budapest.